December második fele a nyilasnak. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitív események, ötös, ez egy harc. Sportszerű harc, tisztességes konkurencia, így is tudnám mondani. Ki lesz a győztes? A nyilas, ez a ti energiátok, a tűz energia. Valaki valamit le fog zárni véglegesen. Valamilyen kellemetlen dolog, ami régóta húzódik akár, végre véget ér. Végre a múltban marad. Ötös, a második ötös. Ha erre azt mondtam, hogy sportszerű harc, hogy tisztességes konkurencia, hát akkor ez nem tisztességes konkurencia. De sikerülni fog. Kardok ötös, kardok tízes. Sikerül lezárni egy vitát, egy problémát, megszabadulni az ellenségtől is akár. Megnyerni a csatát, megnyerni a háborút. Milyen harcias. Persze, hogy győztesek lesztek, tessék. Nagy árkánum, a diadal szekér. A diadal, a győzelem, az előrehaladás. Valakinek akár utazás is lehet ez. Ha nagyon fontos az az utazás, tehát meg lehet tervezni, akkor én azt mondom, hogy december 26-27-ig érdemes, mert december 29-én a Merkur retrográda lesz. És december 29-től január 18-áig tart ez a retrográd időszak. Úgyhogy ebben az időszakban nem érdemes fontos utazásokat végezni, vagy valami fontos dolgot vásárolni, értékes dolgot vásárolni. Például, tehát ez a kártyalap, ez mutathat autót is, autóvásárlást, vagy egy motor, vagy kerékpár is lehet ez. Tehát december 26-áig, vagy január 20-a után érdemes ilyen fontos dolgokat véghez vinni. Tervezni lehet. Tervezni lehet. Nos, viszont a lényeg a siker, a diadalszekér. Kettes. Hármas, megint tűz energia, megint a ti energiátok. Van energiátok mindenre. Tanulni, utazni, tevékenykedni, menni a célhoz. Ez nagyon fontos, ez az energia, a tűz energia. Évvége van, elfáradtunk. Még a Mars is retrográda most, tehát kevesebb az energia. És mégis van erő. Van erő. Ügyes a nyilas, nagyon ügyes. Van energiája tovább haladni. Királynő, ilyen királynő fontos szerepet játszhat, nagyon gyakran vízjegyű, mert kelyhek, mint például a rák, vagy a halak, vagy a skorpió, nagyon anyáskodó, nagyon gondoskodó ez a királynő, nagyon megértő. A lelki támaszunk is lehet, azt üzeni ez a kártyalap, de akár ajándék is lehet. És főleg hölgyeknek mondanám, hogy az ilyen női vágyok itt valóra válhatnak, mint például a leánykérés, az anyaság, a terhesség, tehát itt lehet csodálatos szóval. Szóval van energia, és van győzelem. Nagyon-nagyon erősek lesztek. Nézzük a negatívumot. Mi az, amit el lehet kerülni, tessék, valamilyen új kezdés. Amit mondtam, hogy retrográd a Merkur, tehát 26-27-e után nem érdemes belekezdeni, mert
Lehet, hogy valamilyen csalódás lesz, valamilyen kellemetlenség ér minket. Nem úgy fognak alakulni a dolgok. Megbánjuk. Hatos, igen. És ez a kezdés, ez nem fog hozni sikert. Jó, tehát december 26-áig én azt mondom, inkább. A háttérben van egy titok. Titok. Nagyon gyakran, ha kijön ez a főpapnő, ez nagy árkánum erős, a háttérben bizony, hogy van egy titok, amiről nem tudunk, amit eltitkolnak tőlünk. Valami pénzzel kapcsolatos lehet. Tízes. Ez lehet akár egy örökség. Jó, jutalom, fizetésemelés, valamit nem kapunk meg. Erre oda kell figyelni, és akkor természetesen, hogy ezt el lehet kerülni. Megint csak utazás, figyelni kell, vagy jöhet egy kellemetlen hír. És a komfort. Nagy árkánum. Nagyon fontos. Ha valami nekünk nem komfortos, akkor ott kell hagyni, mert ez a kártyalap, ez nagyon szereti a komfortot. Tehát ha van egy társaság, ahol nekünk nem jó, tehát nem érezzük jól magunkat abban a társaságban, nem komfortos nekünk ez a helyzet, ez a szituáció, ott kell hagyni. És akkor így el lehet kerülni a kellemetlenséget. Kérünk szépen egy tanácsot, a tízes, és megint a ti energiátok. Tehát mennyire energikusak lesztek, mennyire győzni akartok, mennyire el akarjátok érni a célt. Sikerülni fog. Ez a kártyalap azt üzeni, hogy sikerül, ahogyan lehet látni, hogy ezeket a botokat viszi a kastélyhoz. Sikerülni fog. Még hogyha lesznek is akadályok, akkor is sikerülni fog. De hát itt a diadalszekér, hát természetesen a diadalszekér. A siker. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!